Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Pécs TV sportműsorát látják. Megújult környezetben két régi kedves vendéget köszönhetek, Rádóczi Lászlót és Varga Jenő urat, abból az alkalommal, hogy a hétvégén a Mecsek Trophy immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre. Hogyan történt a szervezés, egyáltalán mikor kezdődik a verseny, és mi az, amit feltétlenül tudnunk kell erről a versenyről? Egyesületünk, a Pécsi Trophy Team harmadik alkalommal rendezi meg ezt az országos terepjáró versenyt. A verseny tulajdonképpen egy tájékozódási, négykerékhajtású autóknak tájékozódási versenye. Holnap, azaz pénteken este 8 órakor lesz egy éjszakai futam, és szombaton reggel 8 órától indul egy nappali futam. A verseny helyszíne a rajt és a cél Orfűn, a tóvendéglőnél, Orfű központjában a tóvendéglőnél lesz. Na most felmerül a kérdés, hogy azok, akiket érdekel, tehát a nézők, hogyan tudnak bekapcsolódni a versenybe, hogyan tudják látogatni a versenyeket? Igen, gondoltunk erre is, mivel ez a verseny ág, ez tulajdonképpen nem annyira nézőcentrikus, nem annyira látványos, talán a tájfutáshoz tudnám hasonlítani, tehát jószerivel az autók egy ponton elmennek egymás után, viszont mi igyekeztünk beiktatni egy-két ügyességi feladatot, ami kicsit időigényesebb, tehát egy ilyen triálszerű ügyességi feladat sor, és itt nézőket is várunk szeretettel, hogyha kijönnek Orfűre, megkeresik a rajt cél helyet, akkor ott tudunk nekik egy térképvázlatot adni, ami alapján könnyen eligazodnak és megtalálják ezt a 3-4 pontot, ahol érdemes nézőként megjelenni. Amikor ilyen versenyt rendeznek, akkor ugye óhatatlanul a természetvédők is bekapcsolódnak valamilyen módon, és azt mondják, hogy ezeken a versenyeken nagy a rombolás, idézőjelben, ugye ezek az autók meglehetősen nehezek, nagyon sűrű az indítási idő, és meglehetősen ugye hát környezetvédelmi területeken haladnak. Hogyan néz ez ki? Varga Jenő, úgy tudom, hogy erdész, ha jól tudom. Igen, erdész. Tehát szakmába is vág. Jó néhány évig. Hát tulajdonképpen mi úgy próbáljuk védeni a természetet a rendezvény által, hogy az időpontot már eleve úgy választottuk meg, hogy még a vegetációs idő megkezdése előtt, tehát március 15-e környékén szervezünk most már minden alkalom ezt a versenyt. Azon kívül tájvédelmi körzetet nem érintünk egyáltalán, tehát tájvédelmi körzetet nem használ a verseny útvonala. Ezen kívül kifejezetten csak az erdészet által használt utakat használjuk. Minden tulajdonosnak a hozzájárulásával és közös egyeztetés után lett az útvonal felvezetve. Egyébként a kedves nézők a tavalyi versenyről láthatnak bejátszott képeket. Rádóczi Lászlót kérdezem, hogy valójában mi ennek a versenynek a filozófiája? Tehát ugye itt éjszakai tájékozódást is láthatunk, meglehetősen nehéz körülmények között, vagyis hogy mi ebben a jó magyarán? Hát tulajdonképpen akinek terepjárója van, az igyekszik valamilyen módon megmérni az autója és a saját maga tudását. Most itt nem elsősorban az utcai terepjárókról beszélek, de azt hiszem minden terepjárosban van egy bizonyos vonzalom, hogyha már négykerék hajtás van alattam, akkor egyszer próbáljam ki, hogy mit tudok és mit tud az autó. Az éjszakai verseny az tulajdonképpen egy picit könnyebb szokott lenni, mint a nappali, éppen azért, mert éjszaka zajlik, és éjszaka az tájékozódás lényegesen nehezebb a tájékozódás. A verseny egyébként hangsúlyozottan tájékozódási verseny, tehát nem a gyorsaság számít. A versenyzők a rajt előtt egy itinert kapnak, egy úgynevezett útvonalkönyvet, amiben 10 méteres pontossággal fel vannak az egyes pontok tüntetve. Ez úgy tudom, hogy titkos ez az itinert. Ez titkos, ezt csak a rajt előtt kapják meg, éppen ez a lényege a dolognak, hogy el tudjanak ezen a könyv alapján el tudjanak tájékozódni, és a pályán előttük ismeretlen helyeken úgynevezett kontrollpontokat helyezünk el, ez vagy bélyegző, vagy aláírás, és tehát ezeket a pontokat érintve kell a célba eljutni. Van-e valamilyen különleges szervezési feladat? Mondok egy példát, ha most például én szeretnék indulni egy ilyen versenyen, mondjuk megvan hozzá az autóm is, mi a teendő? Lehet-e egyáltalán, vagy van egy meghatározott menet ennek? Igen, tulajdonképpen a teendő csak annyi, hogy valaki rábukkanjon egy verseny hirdetésére, tehát megtaláljon egy olyan szervező csapatot, aki ilyen versenyt rendez, egyébként több ilyen van az országban.
akkor nyilván a jelentkezési lapon le kell adni a versenyző szándékot, jelezni kell, és innentől kezdve tulajdonképpen lehet indulni a versenyen. Annyit jó tudni, hogy vannak olyan versenyek ma már az országban, amelyek kifejezetten jól felkészült, idézőjelbe tett profi autókat feltételez. Na, a mi versenyünk nem csak ilyen, mi próbálunk megfelelni a, úgy mondom, az amatőr kezdő terepjárosoknak is, tehát minden egyes nehéz szakasz mellett egy könnyebb szakaszon is el lehet menni az autóval. Kialakult-e már az indulók névsora, illetve hányan vesznek részt ezen a versenyen? Várhatóan eddig 50 nevezésünk van, a helyszínen még körülbelül 10-15 autó szokott nevezni, tehát ez azt jelenti, hogy durván 60 autó. A nevezők névsora kialakult, és hát ebbe örömmel láttam, hogy látjuk, hogy az a bizonyos kemény mag, akik évek óta minden offroados rendezvényen ott vannak, ők nálunk is indulnak. És azt kell mondjam, hogy 8-10 amatőr, aki életében először indul ilyen versenyen, szintén indul. Most nem tudom igazából eldönteni, hogy most jó időt kívánjak, vagy esős időt, mert hogy melyik a szerencsés? Hát az az igazság, hogy általában most az elmúlt alkalmakkor is úgy jártunk, hogy a pálya írásakor mi igencsak megszenvedtünk, a versenyzőket pedig kegyeibe fogadta az időjárás és száraz utakkal találkoztak. Úgyhogy most, hogyha jót akarnak kíván nekünk, akkor egy péntek délelőtt egy jó kihadó zápor az nekünk sokat segítene. Hát köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, és hát kívánom, hogy nagyon jó versenyen vegyenek részt sok indulóval, esetenként sok nézővel is.